Üdv mindenkinek, Necroclean vagyok, és hoztam nektek még egy kis csipa játékot, még többet, mert úgy gondoltam, hogy érdemes adni ennek a fegyvernek még egy esélyt, mert gyakorlatilag nagyon sokat javítottak rajta BF3 óta, és megpróbáltam egy másik játék stílusban játszani, mint a tetőn kempelőset ebben a pályában, lassan véget ér a béta, vagy most már véget is ért, így megpróbálok minél több videóanyagot felrakni és mondani nektek, hogy mik a tapasztalataim, srácok, úgyhogy ezért is vettem a kezembe a csipát, a C4-et és a kést, mert szerettem volna kipróbálni, hogy hogyan zajlik le az a késcsata, amikor ugye megpróbálsz leszúrni valakit, az megtámadja, vagy támasztja a kezedet, esetleg visszaszúr, vagy mégis tenyered meg a csatát. Ajánlom kivárni, mert lesznek nagyon jó C4 jelentek, illetve epic ilyen késcsaták, de tényleg lesz egy köztük, ami azért nagyon érdekes, nagyon hihetetlen, nem is tudom, lelőjem-e a poént, mert egyszerűen fantasztikusan nézett ki, és tényleg érdemes megnézni. A játékomról annyit, hogy ugye többségében Call of Duty-zük, ezért úgy döntöttem, hogy egy aféle Call of Duty MV2 stílus óta nem nagyon látott csipa játékot szeretnék produkálni, tehát nem Quickscope, mert azt nem is lehet, és nem No Zoom, mert az se nagyon, de azért lehet, amit láttátok az előző jelenetben, de megpróbálok egy agresszív csipát játszani. Sokat kilóttam, hogy elhozom nektek ezeket a jeleneteket, szerintem sokan tudjátok, mert ott is voltatok velem egy-két játékon, főleg a C4 és a késleteket, tehát az, hogy most nem gépfegyverrel leszek, és nem megpróbálok az első lenni, hanem csipával és C4 és késsel, hihetetlen kihívás, úgy hihetetlen móka, ajánlom mindenkinek majd, ha kijön a játék, de tényleg egy-két nagyon jó lenne sikeret. A csipáról pedig annyit, hogy ugye a sebzése, most kivételesen ugye azt mondom, hogy fontos a sebzése 104-re tehető, tehát annyit tesz, hogy gyakorlatilag ellövése bárkit leszedsz headshotba végképpen, de közelről gyakorlatilag mellkas lövéssel is belehalnak. Hogy miért jó hír ez nekem, vagy miért jó hír ez nektek, mert azért, mert tudtok játszani így csipával, ahogy én most itt próbálkozom. Szóval, aki például egy kicsit agresszívabb csipás, az most már nem kell olyan a háttérbe húzódjon, hanem simából mehet és reszolhat, mert hogy közelről fogjátok is látni egy-két jelenetet, mert hogy közelről azért beadja. Ami az egyetlen dolog, ami megállíthatja a csipát, hogy közelről is ne adja be, ezért is próbáltam mindig headshotra menni, ha egy mód van rá, szóval itt például láthatjátok, hogy gyakorlatilag melkasolod, vagy melkasolátáljon a tagot, és belehal. De ugye, mint említettem az előbb, van egy akadálya, amitől mégsem adja be elsőre a csipát, és ez pedig a field upgrade-ek. Ugye a field upgrade-ek gyakorlatilag úgy működnek, hogy pontosan nem tudom meg én se, de hogyha elég ideig maradsz életben, illetve vannak killjeid, akkor különböző ilyen bónuszokat kapsz, amit ott láthatsz a térkép mellett rögtön. Még például ugye kapsz egy kis golyóálló mellényt, aztán talán több golyót, én is sem tudom pontosan, hogy mik azok, de az a lényeg az, hogy az a csík szépen betelik, akkor gyakorlatilag egy erősebb katona lesz, magyarul ilyen perk féleségeket nyert, mint Call of Duty-ba, itt például talán headshotot öltem, de nem adta be, minden esetre nem baj. És ezek az egyetlen dolgok, amelyek megakadályozhatják az, hogy a csipának ne elsőre adja be, ez érdekes lesz, ne elsőre adja be, úgyhogy amúgy meg elég móka vele játszani, közelre ugye annyira nem is kell figyelni a golyó ejtésre, mert helyből headshotokat lehet adni, de amúgy golyó ejtéssel sincsenek gondok, elég jól meg van még mindig csinálva, játékmenet a csipával érdekes tud lenni, és mint mondtam egy előző videóban, hogy a csipám most elég nagy szerep tud múlni egy squadon belül, mivel hogy gyakorlatilag van neki ugye ez a távcsöve, nevezzük távcsőnek, amivel be tudja festeni a célpontokat, úgyhogy
az engineereknek könnyebb dolga legyen leszedni a helikoptereket, tankokat, valamit, úgyhogy most azért azok, akik szeretnek csipával játszani, és van néhány jó ismerős, akivel komolyan tudnak taktikázni, akkor elég komoly szerep juthat a csipának is. És hogyha még meg is őrzik mondjuk a BF3, ez most eddig nem fedeztem volna fel a bétában, hogy megvan, ez egy epic jelenet. Megmentem a társamat, hihetetlen. Szóval még nem fedeztem fel, hogy van-e olyan, mint BF3, vagy Spawn Beacon, vagy valami, mert ott is a csipának egy elég komoly szerep jutott ezzel, hogy be tudjon menni az ellenséges vonalak közé, és a társait netán oda tudjanak majd születni. De minden esetre ez a felderítő szerep, ez elég jónak látszik. Nos, azt hiszem nagyjából mindent elmondtam a csipáról, tényleg lehet most már ilyen agresszívabb környezetben játszani, vagy ilyen agresszív módon játszani, biztosan voltak, akik eddig is így játszottak, de valahogy a Battlefieldben ennyire nem akartam felfedezni a csipát, hogy agresszívabban játszok vele, mindig az a nyugodt csipás voltam BFBC2-ben is, az így távolról szépen. Ott azért próbáltam agresszívan játszani, de sokszor az volt a baj, hogy nem adta be elsőre, itt most már, hogy ennyire magas a sebzés, így aztán könnyedén meg lehet oldani. Nem beszélve, hogyha az ember majd kap nagyobb hatótávolságú távsövet is a csipára, mert a mostani csak 6-szoros zoommal rendelkezett, úgyhogy majd biztosan voltak ott magasabb zoomok is, vagy nézze a beállítások között, úgyhogy meg lehet a csipát szeretni, hogy úgy mondjam, azoknak is, akik talán annyira nem csipások, főleg azért, mert most tényleg egy magasabb szerep jut. Ja, amit még hozzáadtak a csipához, az a golyócsík gyakorlatilag, tehát ahonnan lősz a csipád egy csíkhoz fog hagyni, igazából persze ez, hogy elárulja a helyzetedet, meg látni fogják, hogy honnan lősz, de azt kell mondjam, hogy Conquest-en ez annyira nem igaz, tehát ott azért látnak az emberek, de nem mindig tudnak olyan könnyen észrevenni, honnan jön a csík. Ha Domination-t játszol, akkor könnyedén elárulhatod a helyzetedet, ez tény. A Domination játékról annyit, hogy jobb szeretem, hogyha a Dice-os srácok megmaradnak annál, ami a Battlefieldben a legjobb, és inkább egy Conquest vagy valami, mert a Domination az nem. Ez teljesen az ő játékok. Köszönöm a figyelmeteket!